A deviza hitelesek problémáinak megoldására tett javaslatot a Jobbik Magyarországért mozgalom. Volner János országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy a deviza hiteleseket a magyar kormány nem hagyhatja cserben, a Jobbik pedig azon munkálkodik, hogy az általa életre hívott deviza hiteles kerekasztal és az abban egyesülő szervezetek ki tudják kényszeríteni a valós megoldásokat a kormányból. Mint elmondta, a pénzügyi felügyelet statisztikáival egyértelműen bizonyítható, hogy a deviza hitele mögött ténylegesen deviza fedezet csak 5-5 részben van. Azt szeretnénk, hogy felvételkori forint árfolyamon történjen meg a devizahiteleknek a forintra váltása, mert erkölcstelennek és jogtalannak tartjuk azt, hogy úgy kérik a bankok a megemelt törlesztő részleteket az ügyfelektől, hogy a devizahitelek mögött csak 5-ödében volt ténylegesen devizafedezet. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy miközben a magyar lakosság a 0,5-0,25%-os nyugat-európai alapkamatokhoz képest 12%-os kamatot kénytelen fizetni átlagosan a felvett devizahitelek után, ezt is vissza kell vágni, ugyanis ennek a következménye az, hogy miközben az árfolyamok másfélszeresére nőttek, a devizahitelek törlesztő részlete több mint kétszeresére hízott.